41-23-ról folytatódik a találkozó. Elkezdődött a harmadik negyed. De a nagy szünetben megkaptuk a statisztikát, amit átnézett állandó szakértőnk Wojtek Aurél. Hát csak egy adat, ami rögtön szemet szúr, pontok eladott labdából 21-4 a Pécsnek, illetve pontok indításból 18-0. Igen, tehát a gyorsindítás a hazai oldalon, a 5-0 büntető vendég oldalon, 2-2 hazai oldalon. Ami fájó szerintem az, hogy volt 7 eladott labdák a vendégeknek 12, de az nem zavar, az a 7 eladott labda az. Mondom, hogy a mai mérkőzésen nem indokolt. Sok volt, mert annyira nem védekelt acélosan a Jászberény. A triplákkal még nem vagyunk jóban, 11-ből 3, az 30-21, 12-ből 3, az csak 25%-án. Van mit javítani azon a de hát összességében. Amit mondtuk a negyed végén, a fiúk 5 perc után ébredtek föl. Itt a statisztikai lap mutatja, hogy 4 perc, 6 másodpercig vezetett a vendégcsapat. Onnantól végig a miénk uralják a mérkőzés. És közben Taylor büntetőzhet. A második beesik. Az első. Nem volt jó. Ó, hát az első negyedet 23-9-re nyerte a Pécs, a másodikat 18-14-re, így alakult ki a félidei eredmény. Most ezen egy büntetővel változtatott már Taylor, másodikat dobta be, 42-25. És Taylor labdát szerzett. És már nézett társakat, de aztán egyedül vállalja, és visszaszedi. Hoppá! Budimir, igen, megpróbálta még, de hát nagyon gyors, rossz helyzetben volt. Vendégek gyors passzok. Pantelic, nem teszi tovább. Most, aztán kapja vissza. Igen, Bokájához. Kongó szettel. Hoho, jaj. Ha jöttek a magas emberek, nem lehetett feltenni. Portiba szállt bele. Rapaklics jön is le. Kérpel Frónius a pályán. És nem a faultok száma miatt, mert csak az első faultja. Azonnal lekaptam a lényeget. Taylor. Taylor megint egyéni akció, és ezt jól csinálta most. Alekszandrovra ráfújják. És neki a negyedik. Vigyáznia kell. Kimarad. Rakic. Rakic úgy jött vissza. Kerpel Frónius. Sandrov. Úgy dolgozott nagyon Taylor. Igen. Mezét is majdnem leszette Alekszandrovnak. Egy szerelés igazítás is kell. Megnézte, hogy mennyire rugalmas anyag. Igen. Alapról jön a Jászberény. Taylornak az első faltja volt, tehát Rujár! 44-27. Kongó. Újabb személy hibát vét. Negyediknek is. A csapatának az ötödik. Nagyon gyorsan, nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan.
Kongó bedobja. Másodikat nem. 25-27. Amikor Jászberényben 95-94-re kaptunk ki, a vendég, illetve a akkori hazai csapat 31-ből 28 büntetőt dobott be, tehát az 90%, mindössze 3-at hibáztak. A miénk 29-ből 16-ot, tehát 13-at hibáztak, és egy ponttal kaptunk ki. Tehát, hogyha ott nem 55, hanem 70%-osan dobtuk volna a büntetőt, akkor simán nyerhetünk volna az ember. Pongó második hibáját követi el. A játékvezető szerint oldalról jön a Jászberény. Duják. Pantelics. Ah, ez egy kis parkra együtt. Ah, igen. Ugye most már egyszerűen nem lehet mondani. Meg sem próbáltam sapkát. Úgyhogy én nem tudom. 20-as van közben. 47-27. Szondrov. Ruják. Rakics. Megint Ruják. Meg Szondrovot eljuttatja. És nincs bent. Jába piszkált bele Kerper Frónius. Bodimir viszont alapon. Hogy jött el? 14 pontos már Bodimir. 49-27 az állás. 4 perc telt el a harmadik negyedből. Antalics. Igen, szép védekezés volt a Hortitól. Csirics is jött segíteni. Jöjjött bele utoljára. Alexandro visszateszi. Csirics közben meglökte a levegőben. Neki a harmadik hibája. Alexandro, ő még nem dobott büntetőt. Most megnézhetjük, hogy ő hogy dobja. Bantelics meg mindig. Egyik játékvezetőtől a másikhoz megy. Alexandrov bedobja. Kijön Razicshoz is. Bedobja mind a kettőt. Alexandrov. Horti. Csirics. Nem, hát ott nem lehet. Taylor húzza le végül. Marad a 49-29. Időlegesen. Budimir. Csirics megfordul. Kicsit belejött Pantelics. Vállalás volt gyerekek. Nagy előny birtokában. Marad a 20 pont, igen. Kettős csere lesz majd hazai oldalon. Kincs. Csirics. Megkapja a negyediket. Jön is. És Wright is érkezik, igen. Ez a csirke fel is mondta. Pantelics. Demeter. Wright. Pongó. Nagyon szép. Ó, de szépen csinálta. 51-31.
4 Rakic. Kapja Alexandrovtól. Kerper Fulmius. Alexandrov. Tolja be. Demeter. Demeter. Lehetett róla. Igen, és mondja a csirkefel, sok mutatják neki még egyszer, szólok a technikaikat. Érdekes. Ilyet. Alexandrov az előbb bedobta mind a kettőt. Az elsőt viszont most kihagyja. Már bent van. Biztos benne a vendégek, mert senki nem át odaugrani. 51-32. Right. Taylor. Tudi mi segíteni. Pongó már. Right-ra jön ki. Nincs bent. Alexandrov, Rakic, Rujak, Panteri, nem dobja, hoppá, Wright. Hát igen. Az elsőt bevágja. Jött a következő próbálkozás. Ez is bent van. 51-34. 13 pontos. Taylor, Budibér segít neki. Taylor visszatáncol és bedobja a triplát. Visszalépett vonal mögé és onnan bedobta. 54-34. Rakic. Demeter. Pongo. Most. Wright-ot tartotta a Rujákot, igen, ne tudjon közbeavatkozni. 56-34. Rakic. Alexandrov megint. És oda piszkál Budimir, a labdát szerez a Pécs. És Taylor. És időkérés. A Jászberény részéről 58-34-nél. Hát nem változott meg, igen. Nem változott meg a játékképe. Elején volt 1-2 perc, 3 perc, amit azok kicsit könnyelműbb volt a játék. De utána összeszedtük magukat a srácok, és nagyon jó támadásokat öltek, jó védekezések voltak, gyors indítások, meg is zsákolás, jó. Csak hát ez a Jászberény nem az a Jászberény, aki elérte ezt a negyedik helyet eddig a bajnokság során. És ott Jászberényben, abban a kis csarnokban, Terház mellett egészen más mérkőzést fogunk játszani, de mit említettük már többször, most ez az ellenfél, ezt kell megvenni, és úgy, ahogy csak lehet, és velem remélni, hogy szerepet kapnak itt a hamarosan majd a fiatalabb versenyzők is, hogy szokják a légkör, a
közönség szokja az ő játékukat, illetve ami nagyon fontos, a játékvezetők is ismerik meg az arcukat. Egyelőre még könnyen megfélem, Demeter azért már elég sokat volt pályán, de kellenének a többiek is, hogy játékvezetők tényleg szokják meg, hogy ők is a csapathoz tartoznak, és talán elnézőbbek lesznek. Egyelőre azonban nem kell semmiféle bírói segítség, hiszen nagyon magabiztosan... Van szó, csak ügyetek, a szokás a játékvezetők a fiatalokat. Hát igen. Egyébként nagyon magabiztosan vezet a Pécs. Hoppá! Budimir és Alexandrov akad össze. Első személye Budimirnak. Ő is határon védekezett végig. Jók a büntetők, 58-36. Két percen belül vagyunk. Wright a labdával. Demeter már. Nem vállalja, de nem jó. Közöttem, most kimaradt. Alexandrov. Bedobja. 8-38. Bíró. Budimir. Van 38. Utolsó percen van a harmadik negyedben. Ruják. Kerper Frumius tovább. Kovacic. Alexandrov. 5 másodperc. Nem veszik észre. Lejárt a támadó. Ez jó védekezés ott van. Igen. Cirbus érkezik Alexandrov helyett. És visszajön Pongó. Budimir kap pihenőt hazai oldalon. 38 másodperc, és ebből a végjátszuk a támadó időket a 24-ig nálunk lehet a labda. Jó. Pongó. Bedobja a triplát! 63 az jó! Lelinik megtalálta az üres embert, ugyanúgy az előbb Budimir, most Pongó. 4 másodperc. Kerper Frónius duplájával. Többet nem lehetett ebből kihozni, felkezésen folytatunk. Zárul a harmadik negyed, 63-40, 23 pontos hazai előny. Így megyünk majd a záró szakaszba, 22-17-re. Jó, jó, hát még fiatalok az a pályára, látjuk, hogy bír a Leventével is. Nem legyek én, véletlenül sem vettem a csapat. Na, és jó látni Demetert is, egyre magabiztosabb, egyre nagyobb önbizalommal játszik. És egy elektrisebb embertel fogni nekünk a 2011-es Alexandrovot. A kisvadnál mondta, hogy védekeznek rajta, hogy térdel, meg hát lökik. De azt mondja, mutatja, hogy cipzával a szája, nem szövege, nehogy technikai kapjon. Neki vigyázni kell. Már így van. Igen. Na, hát azért látod az elmet, hogy szokja a törődést Alexandrov is. Mit jó gyakorolni. Kétszer
hát ebben a negyedben is beszólt Taylor, illetve Pombo Márti most a végén egyet. A visszatérből 5-ből csak 2 vezet, Taylor hagyott itt megköszönhet, de Pombo is egyet kihagyott. Csak vendéget hagyott a visszajózóval, tehát ebben a... Köszönöm, megkaptuk a hivatalos statisztikát. Igen, az eladott labdából mi 30 pontot dobtunk, a vendégek 4-et, és az indítás, tehát a gyors indítás 26-0. Tehát azt, hogy nem kaptunk olyan zicsert, amit az ellenfél egy lepattanó vagy szerzett labdából gyorsan indult volna, ez félelmetesen jó. Illetve az, hogy a festékből 44 pontot dobtunk, amíg a vendégek csak 20-at, ott magassági fölényben vannak. Elkezdődött az utolsó játékrész közben. 7 volt ebben a negyedben, ugye 7 volt a fél időben, most 8-nál, a vendéget 18-nál. Pongo. Demeter. Wright nem tudja feltenni a gyűrűbe. Duják. A sarokban Kerper Florius, Csirics és Pongó már. Csirics. Ott hagyták üresen, ő persze bedobja onnan. Lászics mester volt a cíldus, hát elment az eszed, hát ott hagyó. Panterics. Hogy ez egyben megoldja? Igen, megoldja. És még reklamálja a Fontot. Ott van 6-42. Ajjajjaj. Csirics belenyúlt, pedig bírónak szánt a Pongó, mutatja is. Rakic érkezik a pályára, Rúják jön le. Teristől vissza, Kerper Fronius megíramodik. A gyönyörű sokkal volt. De szép védekezés. Rakic aztán visszaszerezte. Rakic messziről rövid. Mert a támadó idő nem ért Gyurit a labda. Bíró. Ohoho, Wright-ot is. Hogy játssza meg? Igen. Nagyon jó. A mindenit. 68-42. Rakic. Rakic. Aztán vissza. Oh. Panterić ellép Wright mellett. Ott a fault. Rakic. 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 Rámeri, két másodperc volt a támadásból. Panterić nem tudja visszaszerezni. Bíró. Pongo. Bíró. Elvállalja. Hoppá, Demeter majdnem átkozott. 68-42. 3 perc telt el az utolsó negyedből. Rakic 2-2 zikott. Panterićsel. Igen. Igen. Bírónak ez a harmadik. Kettős csere hazai oldalon. Csirics és Pongo. Ők jönnek le. Még maradhat elejére, illetve bíró. Kell, és hadd játszom. Igen.
Oh, Taylor! Beállt és labdát szerez. 2-1, és a másik most beállt játékos Budimir fejezi be. 70-42, 18 pontot dobott eddig Veiko Budimir. Hogy befogtál Budimir kezét. Demeter! Megköszönjük! 72-42, és megint időt kérnek a vendégek. 30 mennyi? Szóra B közé. A másik oldalnak. Jó védekezések ezúttal is, és a gyorsáték. Ez az erősség a csapatban. Hát, mit mondjunk, 30 pontnál üljünk nyugodtan, élvezzük a játékot. Ez ilyen átradulás. Hát ez igen. Első 4 perctől lehetek kívül. Néztük a csapat összeállításokat a bemutatásnál. Nem erre számítottunk, nem arra az első 4 percre. Aztán az addig tartott. Addig így van, és akkor elment egy-két játékos. Antalics az végig, ahogy említettük, ilyen félgőzzel, tartalékos üzemmódban játszik. Ha megkapja a labdát, hogy próbál valamit csinálni, nagyon nem akar helyzetbe kerülni, nem akar nagyon elfáradni. Beosztja az erejét. A első 3/4-ben vezető 30 percből több mint 28-at a pályából. Most is jön vissza. Lógatja Peti Csambog előre. Folytatódik a találkozó. Rakics a labdával. Zóna van hazai oldalon. Rakics. Pántalics üresen ott is. Ha, kiüti. És Kerpe Frónész elengedi, de nem jó. Demeter. Bírót borították fel, de nem szólt a sír. Taylor. Tudni miért. 10 másodperc. Megtalálja Wright-ot. Megsampázott. Antalics. De úgy, hogy mindkét cipője a földön volt, csak átett a kezét a labdára. 6 másodperc. Right. És megint megpróbálja? Megveri Pantelicsnek? Hát. Rossz kísérlet. Rakicsnak vissza. Pantelics mutatja. Igen, Pantelics. Neki is jött onnan. Alekszandrov egy dobócsel. Alekszandrov. Későn lépett oda Demeter. Igen, egy picit késett, igen. Ez hűható volt. Még mozgásban volt, amikor megérkezett az ellenfél. Portier viszont rá helyére. Három csapat személyi hazai oldalon, a vendégeknél még nulla. Portier fölmizetett az önmarad. A játékosoknak a polgatával. Alekszandrov bedobja. Másodikat is. 72-44. Számítkezésből. És jönnek a fiatalok. Bíró. Engedi. És pont jó. Demeter neki. Taylor. Na, és ez jó. Beesik már. Harmadik próbálkozásra beesik. 74-44. Alekszandrov
bíróra jut. Ó! Oh! Nincs meg a labda, és ott a faut. Berkics és Robják Kunik érkezik a TVSK-ba. Taylor, Budimir leülhetnek pihenni. Kicsit csak magyarok. Alekszandrov nem dobja be. Demeter osztja el az embereket, igen. Horti. Ságár is a B-középéri aria Hungáriával. Pantelics. Támadó. Támadó. Ajjaj, Alekszandrovnak akkor le kell jönni. Igen, de megy a játék. Igen. Hovgyák Urik volt mögötte, és pozíciót csinált magának hátra. Alekszandrov. Cirbus jön be helyette. Még minden is fenyegeti a játékvezetőt. Alekszandrov. Bíró. 10 másodperc. Szár neki Horti. Csak a gyűrűt éri ez a kísérlet. Ez a 74-44, 3,5 perc. Mérkőzésből hátra lévő idő. Pantelics nem dobja el. Kéri vissza, igen. Horti. Horti megtámasztja. Kintről a dobás nem jó, Demeter. Jól dolgozik ott a gyűrű alatt védekezésben. Bíró. Tovább teszi, rossz ütemben jött neki. Viszont bedobja a triplát! Berkics Bence. Triplával mutatkozik be a találkozó. 77-44. Rakics. Pantelics. Eljut Cirbushoz. Voltak az első pontjai Jászberény 8-asnak. És időkérés hazai oldalon 77-46-nál. 2,5 perc. Kis pacsit, kefetés. Hát igen. Igen, jól játszanak a fiatalok is. Jól osztokban mondja nekik, még mutat nyugodtan srácok, csak nincs semmi baj, nem azért kért az időtre probléma, nem lehet átvinni a következő mérkőzésre ezt az időkérést, úgyhogy meg kell erősíteni a fiúk azt, amit jól csinálnak. Demeter nagyon szépen dolgozik a palánkban, hogy említettem. Jól védekezik, jól szedje a lepaton, Horti meg ott atyáskodik körülöttük. Terelgeti a fiatalokat. Öröm látni, mondom, körben mérkőzésen neked. Szerintem volt az utolsó 5 perc volt. Annak előtt kikartott, hogy nagyon jól játszottak a fiatalok. Jó szálltak a mérkőzésben. Nem ijedtek meg a körmendi szentébe, ahogy hívják a csarnokukat. No és... Több mondani valója van az itt. Igen, igen. De vissza kell jönni. Vissza, 31 pontos hátránynál. És ugye már csak egy kérdés, hogy kijönnek le az 50-ből, vagy nem. Nagyon kísért a múlt. 79-55 volt a októberi mérkőzésen itt. Most 77-46, tehát közelít ahhoz. Ez hasonló. Rakics. Rakics.
Rebekic, Rakic megint. Marad a zóna. Most Pantelic kiteszi. Bedobja. 77-49. Miró. Ő is kért a triplára. Kimarad. Nem figyelek a játékosok, hagyták, hogy itt szabadon lóphasson a két csapattal. Szirbus estében is tovább tudja tenni. Pantelic összeszedi, bedobja. Azt a mindenit. Nem volt egyszerű dolga, de megoldotta. 77-51. 50 fölött már a Jászberény. Bíró. Közelebb megy és kimarad. Sajnos. Percen belül vagyunk. Az emberét is. Távol az ütszer. Az emberét. A Kics messziről bedobja. A triplát. 3 triplát dobott már. Horti is megpróbálja, ezt most nem jön össze. Gyerekekkel szűrjük el a végét, fél perc van még vissza. Ugye 79-55 volt, most 77-54. Nagyon hasonló. Mindenképpen kellene dobni egy kosarat. Ez kimaradó, nem jön. Cirbus. Azért bedobja. Igen. Bedobja Cirbus. 77-56. Igen, hát lepereg. Lepereg. Így van. Gratuláljunk mindenképpen. Sokkal jobb csapat volt, amihez a vendégek. Nálunk is azért van kicsi, ne felejtsük el, hogy... Igen, Antoni sem játszik, és Simon sem. Mindig nem játszik nálunk. A vendégek is a két légióst nem hoztak el. Ezzel együtt szépen játszottak a srácok lelkesen. Az első 4 perchez eltekintve. Nem hagyták magukat, a fiatalok nagyon jól szálltak be, nagyon szép kosarakat láttunk, rengeteg gyors indítást, jó védekezést, úgyhogy ez kellett nagyon ez a győzelem az önbizalomnak is, és várhatjuk a továbbiakat. Igen, és a vendégeknek egy apró kis szépségtapaszt, hogy az utolsó negyedet megnyerték 14-16-ra. Tehát több babér nem termett ezen az estén a Jászberényieknek, 77-56-ra nyert ugyanis a Pécs. Én nagyon szépen köszönöm Vojtek Aurélnak, hogy ma is itt volt velünk. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!